Na, hello faszikák! Azt hiszem kb. Hát egy jó fél éve nem volt beindítva az autó. Csodálatosan szúrtos vagyok. Egész nap töltöttem az akkumulátort. Ez most bent van a helyén. Azt a kínlódást nem akartam felvenni, úgyhogy az most így kimaradt. Hát nagyon izgulok. Kíváncsi vagyok, hogy beindul-e az autó. Hát tényleg körülbelül egy... Idén még biztos, hogy nem volt beindítva, tehát akkor nézzük, január, február, március, április, május van, gyerekek. Szerintem decemberben sem volt. Tehát akkor, mikor utoljára csináltam cold start videót a transporterről, akkor volt utoljára beindítva. Felfújtam a kerekeit. Fú, baszki, be van mohásodva. Ez nagyon izgi lesz. Jó. Öregem, be tudok ülni. Majd dagadt testemmel. Nyissuk ki a szellőzőket. Ez az. Kamilla. Fú, apám, nagyon kíváncsi vagyok, hogy történik-e valami, vagy halálra kinyírtam ezt az akkumulátort. Ha felvillannak a lámpák, ó, fel. Akkor minden oké. Okay. Na. Hogy van ebben a rüki, várja már. Ja, itt van. Nyugodtan lehet szórakozni, mert még mindig ízzít. Úgy lett letéve, hogy olajcserével, légszűrővel, olajszűrővel, akkor szíjjal, ízzítógyertyákkal, tehát azért tisztelettel, basszátok meg, mekkora kupi van itt. Bepakoltam egy pár dolgot. Tehát nem trógerbe lett letéve az autó. Hú, nagyon kíváncsi vagyok. Öcsém, ez még mindig ízzít. Na, elaludt. Mész a büdös picsába. Ezt nem hiszem el. És el is aludt így a töltésjelző. Hát ezt nem hiszem el. Hú, azért füstök vannak. Azt a kurva! 1.200.000 kilométer. Csak szólok. 1.200.000. Hát ez beszarás ez az autó. Komolyan mondom, ez epic, tehát hogy nincs erre szó, bazd meg. És ketyeg. Beszarás. Pusztíthatatlan, megölhetetlen. Azért a féltengelyek is ott vannak, gyerekek. Tehát itt azért patkányul nézünk ide, műszakilag nagyon patem. Elmondom nektek, műszakilag ez az autó, sajnos vagy nem sajnos, de igencsak jobb állapotban van, mint a tőle 10 évvel fiatalabb, meg 15 évvel fiatalabb magyar átlag.
gépjárművek, tisztelt a kivételnek, de ez egy nagyon patent kis gép. Már csak kellene hozzá egy normális gazda, akinek lenne ideje lefesteni, meg leműszakizni, meg kitakarítani, és igazából tele van a tankja, baszki. Tehát, hogy ennek kell út, és akkor megy. Hát apám, én azt hittem, hogy köszörülni fog, rahácsolni. Isten az atyám nem volt előtte indítva, tehát hogy meg minek is, tehát... Na, ilyen kérlek szépen egy segmotoros T3, 1-7 szopó dízel. Úram atyám, 6 vagy 7 hónapig nem volt beindítva. Úristen, de patinásan jár, olyan jó kis kattogós, ez az ekte fóvé dízel hang. Kurva élet! Na, hát ennyi. Ez rohadt nagy képű. Tanár baratta amúgy az egészet. Ez az autó a mai napot. Ha! Na, kellemes magömlést kívánok mindenkinek ezzel a csodálatos hanggal. Rő gyermekáldást és fényes munkasikereket!